Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Kézi Vezérlés extra nézőit, és megkülönböztetett szeretettel Kácsor Grétát, aki itt van velünk a szabadság a kellős közepén. Szia Gréti, köszönjük, hogy megszabít erre a szűkből fél órára, majd meglátjuk. Merre pihened ki az ősz fáradalmait? Hát most éppen egyik barátnőmnél vagyok, Ausztriában, úgyhogy egy pár napra legalább egy kis pihenő van. Helyes. Fenn a hegyekben, vagy merre? Nem, itt Bécs környékén. Ja, mert akartam kérdezni, van-e hó, meg mit tudom én, bár miért lenne, hát mostanában az. Na, ez egyébként olyan bevett szokás, mert azért mégiscsak, most majdnem azt mondom, hogy idén közben vagyunk, de hát ugye hiszen nem így jön az aktuális világverseny, de azért nem nagyon szokás, nem így napokra elengedni játékosokat, hogy menjétek, szellőztessétek ki a fejeteket. Hát azért szerintem elég hosszú időszak után vagyunk túl, és nyilván eddig azért nem voltak ilyenek, hogy egy hétig nem kell bemennünk a csarnokba edzeni. Nyilván attól függetlenül edzenünk kell, el kell menni futni, kondizni, csak nincsen labdás edzés. Aha, egyébként pont ezt akartam kérdezni, hogy azért van-e kiadva házi feladat, hogy mit kell csinálni, vagy rátok van bízva teljesen? Nem. Megmondta a kondis edző, hogy ugye mit kell csinálni, meg tényleg ki van adva a futás is. Nagyon szuper. Na figyelj, amíg Attilát hagyjuk szóhoz jutni, addig hadd kérjelek meg rá, hogy rögzítsd azt a telefont valahova, hogy le tudod tenni, hogy nem billegjen így a kép? Húha. Egy pohárhoz vagy. Jó, akkor viszont a statikai érzékedet fogjuk próbára tenni, mert próbáld meg. Jó, rendben. Tartani. Megpróbálom. Ilyen feladat nincs a kiadottak között az erőnléti edző által, hogy egy telefon tartani egy fél órán át. Nincsen. Én kérdeznék tőled egy-két kellemetlenebbet, ha nem gond. Aval kapcsolatban, hogy ugye túl vagytok egy őszön, ahol végül is a Debrecennek jól ment a játék, jó eredményeket értetek el, játékban vagytok, ugye a tavalyi világverseny után az volt az egyik probléma, legalábbis ezt hallottam, hogy ezt mondta a kapitány talán, hogy a Debrecen játékosok ugye nem játszottak Európa Kupa meccseket az EB előtt, és ezért nem voltak nemzetközi ritmusban. Idén most abba vagytok, viszont te nem vagy a válogatottnál, pedig legalábbis, amiket én láttam mérkőzéseket az Európa Ligába, ott az, illetve a Bajnokok Ligájában, ott egy jó teljesítményt nyújtottál. Hogy érzed magadat, hogy milyen formában vagy igazából ahhoz képest, amit az utóbbi években, hasonló periódusban láttál magadon? Hát én egyértelműen úgy gondolom, hogy szerintem azért én nem vagyok jó formában még mindig. Nyilván azon vagyok, hogy abban legyek, és hogy a csapatnak segítsek, viszont egyértelműen most is így a lányoknak a VB-n tényleg nagyon fogok szurkolni. De én megértem, szóval nem vagyok jó formában szerintem. Magamhoz képest, amilyen lehetnék. És szerintem... Igen. Mi az, ami hiányzik szerinted ahhoz, hogy jó formában legyél? Húha, nem tudom, ezt keresem már egy ideje, eddig még nem sikerült megtalálni, nem tudom. Akkor ezt egy picit árnyalhatjuk úgy, hogy inkább hullámzó formában vagy, mert azért közben elvesztettük Attilát, de remélem, hogy majd mindjárt visszatér képileg is. Szóval viszont voltak egészen kiválóan jó meccseid, aztán valóban jöttek gyengébbek, tehát ahogy ez nekem feltűnt, hogy ez inkább hullámzó ez a forma. Hát igen, egyértelműen. Én azt szoktam mondani, hogy ha 10 meccsünk van, abból legyen mondjuk akkor 9 olyan, hogy jól játszok, és egy olyan, hogy nem olyan jól, mint hogy van a 10-ből egy nagyon extra, és a többi az átlagon aluli. De foglalkozol, tehát hogy fejtegeted ennek az okát? Nagyon jó, Attila visszatért. Tehát arról beszélgettünk, hogy mi lehet ennek a hullámzó teljesítménynek az oka, és ugye mondtad, hogy te is szeretnéd tudni a választ, de ezt kutatod meg, beszélgetsz, mit tudom én,
mentál felkészítővel, vagy erőnléti, nem tudom, egyáltalán hol keresed a problémát, hogy mi lehet azok? Hát igazándiból tényleg így a mentális dologban is, erőléti dologban is, egyértelműen mindenhol. De én azt tudom mondani, hogy szerintem az a játékos tud a legjobban játszani, amikor tényleg kiegyensúlyozott minden téren az életben, semmi problémája nincsen. Úgyhogy én ezt gondolom, nyilván mindenkinek van magánélete, nem magánélete. Szerintem ez a legfontosabb. Nem akarok indiszkrétleni, de akkor neked most ez egy kiegyensúlyozatlan szakasz az életedben? Hát igen, most vannak egy-két problémám, mondjuk úgy. Jó, nem. Igen. Visszatérve a válogatottra egy picit, hogy az érdekel engem, hogy mennyire vagy kommunikációs téren kapcsolatban a vezetőedzővel, mármint a vállalatot vezetőedzőjével, mert ugye azt láttuk a korábbi években, hogy formától eléggé független volt az, hogy éppen beválogatott vagy sem. Tehát volt, amikor nem voltál igazán jó formában, mégis ott voltál a keretben, volt, amikor jobb volt, akkor nem. Azt, hogy mikor vagy, mikor nem vagy, ezt így megbeszélitek valahogy, vagy te is meg kinyitod az újságot, és megnézed, hogy benne vagy-e a 18-ba, vagy a 25-be, vagy próbál a Vova téged külön kezelni, és valahogy, hogy is mondjam, csak megbeszélni veled, hogy mit, miért, meg hogy. Hát szerintem a Vova egy olyan edző, aki minden játékosával beszél, szóval külön, tényleg mindenkivel, akár azzal a 35 fős bőkerettel, akár tényleg még más játékosokkal is, szóval ahova mindig felhív. Engem is, másokat is, jó, nyilván nem minden nap, és nem hetente, de hogy így van egy ütemezett időszak, amikor beszélünk. Na és akkor ez most konkrétan a VB előtt, hogy volt meg egyet, hogy megkérdezte, hogy te Gréti, te mit gondolsz, jönnél, nem jönnél, vagy azt mondta, hogy figyelj, én most úgy érzem, hogy te most nem vagy igazán csúcsformában, várjunk még egy kicsit. Hát ő megkérdezte tőlem, hogy én mit gondolok, és én mondtam neki, hogy figyelj, hát most én szerintem nem vagyok formában, szóval nem biztos, hogy én annyit tudnék segíteni a csapatnak, főleg így az elmúlt éveket nézve, akkor sem tudtam, és én a csapatot segíteni szeretném, nem hátráltatni, szóval. Uh-huh. És Szilágyi Zolival, a debreceni edződdel beszélgettek erről, mert egyébként meg annyira összeállt ez a Debrecen, annyira jó nézni titeket, most leszámítva egy-két meccset, tehát olyan klassz egységet alkottok, hogy ott szóba kerül ez? Nem, Zolival válogatottról nem beszélünk, így. Ja, nem is a válogatottról, nem, hanem arról, hogy találhatnál vissza az igazi önmagadhoz. Egyébként én megnéztem, pont másfél éve beszélgettünk utoljára. Itt ugye az a Váci váltás után volt, én, ha jól emlékszem, ugye, amikor ugye indult ez a debreceni vonal, hogy érzed ezt az időszakot, hogy mi sikerült, mi nem? Húha, hát nem tudom, tényleg erre nehéz válaszolni, mert én amúgy nagyon jól érzem magam Debrecenbe. Egyértelműen Vácon volt egy nagyon mély pontom, abból kijöttem, nem tudom, tényleg nem tudom megmondani. Itt... Hát az már jól érzed magad, szerintem azért az már jelent valamit. Hát igen, persze, azért mondom, hogy tényleg én is jól érzem magam, viszont úgy tűnik, még mindig keresem a helyem. Akkor lehet, hogy valami új helyen fogod megtalálni, majd több? Hát ezt nem tudom megmondani sajnos. Mert azért nyilván neked ez a legfontosabb, mert a te pályafutásodról van szó, de kívülről nézve, ugye a válogatott szempontjából, azért nagyon, legalábbis számomra nagyon szomorú az, hogy most kerülsz azért abba a korba, amikor már nem arról beszélünk, hogy fiatal, még nem tudja, hogy nem tapasztalt, nyilván nem vagy még öreg, de azért most már jó pár szezon a hátad mögött van, és igazából
most kellene a válogatottban is azt a posztot elfoglalnod, ami egyébként egy teljesen lukas poszt, különösen a Háfrának a sérülése után. És most egy olyan verseny időszak jönne, ahol balátlővel nagyon nagyot lehetne alkotni, és a te képességeid alapján ezt meg is tudnád tenni. Csak úgy mennek el az évek most már, hogy nem látjuk azt, hogy ki tudsz bontakozni a válogatottban, hogy ez mennyire foglalkoztat egyébként, vagy inkább a klubra koncentrálsz, aztán majd ez lesz, vagy lesz. Hát igazándiból tényleg én azt tudom mondani, hogy ahhoz képest, hogy a klubban én hogy tudok játszani, hát a válogatottban ehhez fényévekre vagyok. Pedig nem mondom, vagy nem tudom, attól függetlenül a bajnokságban is játszunk egy Győr ellen, egy Fradi ellen, aki azért nem gondolnám, hogy rosszabb csapat, mint valamelyik válogatott klub, vagy csapat, szóval, hogy nem tudom, tényleg, valahogy ott nem jön az a, nem tudom, lehet félek, vagy nem félek, nem tudom megmondani, tényleg. Szoktál nézni minket? Időnként? Miért kérdezem, nem a, jó, nem baj. Na, mert Albek Annával beszélgettünk pár héttel előtt, és szinte szó szerint ugyanezt mondta, amit te. Tehát szinte szó szerint ugyanezt mondta, hogy nem nagyon jön rá, illetve nem, ő egy picit rájött a nyitjára, ő azt mondta, hogy vele teljesen mást játszott a Vova válogatottban, mint amit a Gyuresz a Móváron, de ugyanezt mondta, hogy ő teljesen sokkoltan áll azelőtt, hogy sokkal jobban, felszabadultabban játszik a klubjában, mint a válogatottban. Szóval csak mondom, hogy nem vagy egyedül a problémámban. Hát ezt megértem, mert biztos voltam, hogy nem vagyok egyedül. De amúgy nem szoktalak nézni titeket. Pedig néha egész érdekes beszélgetéseket szoktunk folytatni, legalábbis reméljük. Na, mesélj egy kicsit a Debrecennek az őszéről. Ti ezt hogy élitek meg? Ugye nagyon sokan arról beszélgettek itt a szezon kezdetén, hogy fú, hát ez nagyon-nagyon magas lesz ez a léc, ez a Bajnokok Ligája, és ez az ősz azt bizonyította, hogy nem. Amikor ti neki lendültetek ennek, akkor benned milyen érzések voltak, és most milyenek vannak? Hát megmondom őszintén, hogy egy kicsit én is tartottam tőle, hogy mi leszünk a pofozó csapat. Úgy azért szerintem egyik meccsen sem mi vagyunk az esélyesek. Viszont jó, becsúszott egy Bitighely -10, egy Győr -10, szóval azért vannak hiányosságok, de összességében szerintem az, hogy nekünk ennyi pontunk van a fele után, hát én, ha ezt valaki nekem mondja az elején, akkor én ezt aláírom egyből, de szerintem mindenki nálunk a csapatba, mert tényleg erre nem gondoltunk, hogy egy Bukarestbe tudunk idegenbe pontot szerezni. Ami hiányosság nekem, az itthoni Bukarest meccs. Talán ott, mert az elején annyira nem hittük el szerintem még, hogy mi tudunk itt pontokat szerezni, vagy bravúrokat hozni, vagy Szévenhofot azt meg tudtunk verni, de ott mindenki úgy ment ki, hogy első meccs, azért ez egy olyan mérkőzés, amit amúgy elvileg kötelező hoznunk, bár nekünk nincsen kötelező a BL-ben. És utána viszont ahogy jöttek így az eredmények, hogy jobb csapatok ellen is nem játszottunk olyan rosszul, egy kicsi hiányzott, nyertünk például egy Brest ellen, aztán pontot szereztünk idegenbe, úgyhogy így egy kicsi hiányosság nekem van, hogy otthon nem sikerült nyertnünk Bukarest ellen. Azt szoktam mondani a Szilágyi Zoli, hogy tulajdonképpen a Debrecennek ez a BL szezon az egy ilyen tanuló szezon, ahol az a lényeg, hogy a játékosok belekóstoljanak ebbe a színbe, és tapasztalatokat szerezzenek. De azt mennyire érzed magadon, hogy mondjuk lejátszottok egy BL meccset, utána van egy bajnoki, hogy akkor másképp tudsz kifutni a pályára, hogy na hát azért ez most már, mi már BL-be is játszottunk, meg ott is helyt álltunk, akkor egy magyar bajnokin magabiztosabbak tudunk lenni, vagy azt így nem érzed egy hétköznapi meccs nézőjel, hogy tényleg fejlődtök? Ezt így inkább úgy mondanám, hogy egy BL meccsen kb. A 10-15. percben mindenki mondja, hogy na jó, van egy kicsit, maradjál, te most védekezni, jó, most cseréljünk. Hú, már nem bírom, kicsi, valaki jöjjön már helyettem egy percre.
Szóval egy BL meccsen így van, egy bajnoki meg akár egy fél időt végig játszol ezután. Szóval eddig ott sem így volt, hogy azért egy fél időt végig játszunk, viszont, mert ott is volt, hogy cserét kértünk, vagy bármi. Viszont most tényleg ég és föld a kettő. Nagyon-nagyon-nagyon érződik, hogy nem ugyanaz a szint. És mentálisan, mert most azért belegondolok, hogy tényleg túl vagytok egy olyan bukaresti meccsen, ami csúcs szuper volt, ráadásul ponttal végződött, még akkor is, hogyha utána a hazai az nem sikerült. Talán egyébként pont azért, mert már egy kicsit elhittétek, hogy hú, hát ezeket kicsi nyomás nehezett, bár nem akarok a fejetekkel gondolkodni. Na de ezek után elmentek Győrbe, elmentek a Fradihoz, vagy jön a Győr, jön a Fradi, akkor azért más maga a biztonság lehet, hogy hát hoppá, hát mi pontot tudtunk szerezni a Bukarestől, amely a Final Four egyik várományos. Egyébként mai hír, hogyha nem jutnak a Final Four-ba, akkor Vasilét kirúgják, vagy tegnapi, tehát pont tegnap olvastam. Szóval azért nem akárhonnan hoztatok el pontot jó játékkal, innentől kezdve mondhatjátok magatoknak, hogy jó, hát akkor mi bárkit meg tudunk venni. Hát azért ez nem ilyen egyszerű, mert minden meccs más, és mint mondtam, egyik meccsen sem mi vagyunk az esélyesek. És most, hogyha bajnokin is idejön a Fradi, Győr, azért ott sem mi vagyunk az esélyesek. És éppen szerintem ez az adott naptól függ, hogy ki, hogy nyilván most mondták, hogy mi itt meglepetés csapat vagyunk a Debrecen, még nem mondanám azt. Majd, hogyha mi tovább jutunk ebből a csoportból olyan ponttal, olyan helyezéssel, akkor azt mondom, hogy igen, meglepetés csapat vagyunk, de még nagyon sok van hátra, még bármi történhet. Az is lehet, hogy kiesünk, nagy az Isten. De még benne van, jönnek a bravúrok más csapatoktól. Az öreg optimista. Igen, ezt akartam mondani. Ez azért elég fekete forgatókönyv, amit lefestettél. Hát igen, ez egyértelműen, de tényleg ezt nem szabad úgy nézni, hogy ez már megvan, mert akkor szerintem rosszabb lesz. Egyébként lehet, hogy félreértettél az előbb, én a hitetekre céloztam, tehát hogy az megacélosodhat a hitetek itt a BL szereplés egy-két jó eredmény után, hogy hoppá, mi képesek vagyunk, és igenis nem mi vagyunk a vidéki kis csapat, amelyik hát igen, de ezért mondtam, hogy ez sem feltétlen jó szerintem. Aha. Hogy elhiszem, hogy nyerhetek, vagy hogy mondjam. Értem azt hiszem, amit mondasz. Nem feltétlen erre gondolok, nyilván hinni kell magunkba is, el kell hinni, hogy nyerjünk, de azért a földön kell maradni szerintem. Egyébként, ha jól láttam a sorsolásotokat, akkor a január az egy igen húzós hónap lesz itt ugye játszotok BL meccseket, meg közben a Fradival, meg a Győrrel is, ha jól emlékszem. Az meghatározó lesz, nem? Az a pár hét, hogy ott aztán hogy alakul a bajnokság is, mert ugye ha bravúr tudnátok okozni valamelyik nagy csapat ellen, akkor akár még nagyon nagy dolgokra is álmodhattok a bajnokságban is. Hát igen, mondjuk a bajnokságban szerintem azért most már elég nehéz dolgunk van, mert a Móvár elég jól teljesít, és ugye sajnos mi ott kikaptunk, pontokat veszítettünk, azért jó lett volna legalább egy pontot elhozni, úgyhogy így most már muszáj megvernünk vagy a Győrt, vagy a Fradit, legalább itthon. Úgyhogy hát szerintem az is elég nehéz lesz itt, ez az első négy a bajnokságban elég kiélezett. Bár nem gondolnám, hogy a Győr ne nyerne, vagy a Fradi ne lenne bajnok. Szóval a kettőjük közül viszont ott a második, harmadik, negyedik hely szerintem. Azért a Győr már két meccset bukott. Nem tudom. Igen, ez egy nagyon érdekes bajnokság most is, és valószínűleg az lesz a végéről is. Gréti, nem akarunk most már sokáig szekálni itt a szabadság közben, csak még oda térjünk vissza, amit azért említettél az elején, mert ahogy én hallgatlak, bennem azért az csapódott le, hogy neked most egy kicsit a lelked nincs rendben, és nyilván azt kell először rendbe hozni, hogy tehez kérsz, igényelsz segítséget, akár barátnők, vagy pszichológus, vagy bárki, vagy ez te magad, tehát egy ilyen befelé forduló vagy, és akkor majd én megoldom valahogy, mert én erős csaj vagyok, vagy nyúlsz kifelé is. Hát én eléggé befelé forduló vagyok egyébként, szóval ilyenekről nem szeretek senkivel sem beszélni,
Viszont most azért egyetlen egy emberrel van, akivel erről tudok beszélni, és szeretek is, akivel mindent megosztok, de egyébként másokkal én nagyon, ilyen téren nagyon zárkózott vagyok. Nem szeretek beszélni az én problémáimról, lelki dolgaimról, de van, akivel tudok erről beszélni. Tényleg egyetlen egy ember. Jó, hát ez már pont egyel több, igen. Azért nyugtass meg minket, hogyha úgy alakul a világbajnokság, hogy sikerül az olimpiára, vagy a, meg a kvalifikáció kijutni, hogy azért még nem mondtál le arról, hogy az olimpián játszol a válogatottban. Nem mondtam le. Na, ez nagy. Látni, hogyha a válogatottban tényleg tudnál hozni azokat a, ha csak negyed órákra is, vagy 20 percekre azokat a lövéseket messziről, ami, ami nagyon-nagyon hiányzik a válogatott repertoáriából, és neked azért ott van a kezedben. Így van. Ezt, hát ezt. Így legyen, egyszer majd. Reméljük minél hamarabb. Gréti, köszönjük szépen, hogy beszélgettél velünk, további jó pihenést, azért végezd el a házi feladatokat, de koncentrálj a feltöltődésre. Köszi szépen. Mi is köszönjük. Szia. Sziasztok.